Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Szés Boldogan Éltek Podcast. Jubileumi, 10. rész. 10. rész. Köszönjük szépen, hogy már 10 rész óta itt vagytok velünk, sőt, ahogy látjuk, azért szépen növekszik a hallgatótábor a podcastnek, és akivel együtt nagyon-nagyon boldogok vagyunk, ezt látva, ez dr. Kádár Anna Mária. Szia, Anna! Szia, István, és köszöntöm a hallgatóinkat! És még egyszer köszöntünk mindannyiatokat. Nagyon boldogan köszöntünk be, hát, legyünk őszinték, nem biztos, hogy egy felhőtlen elkövetkező szűk órára. Mert hogy mint a legutóbbi részben is, a Tinika képernyőn, 1-2 rész végén, az elsőben és másodikban is utaltunk rá, hogy a 10. epizódban egy olyan jelenséget szeretnénk kibeszélni, átbeszélni, bemutatni, ha úgy tetszik, ami nem feltétlenül az élet derűs és boldog oldalához tartozik, viszont annál fontosabb, hogy tudjunk róla, annál fontosabb, hogy fölismerjük, annál fontosabb, hogy beszélgessünk róla, és hogy korábban fogalmaztál, annál fontosabb, hogy aki ennek a bármilyen szinten részese vagy szemlélője, a zéró toleranciát mutasson ezzel szemben. Ez pedig az úgynevezett bullying jelenség, amit a legutóbbi részünknek a végén te úgy fogalmaztál meg, hogy ez a bántalmazásnak egy fajtája, egy háromszereplős tragédia, amelyben a háromszereplő a zaklató, az áldozat és a szemlélő. Megkérlek ezt egy picit kifejtenéd nekünk, egyrészt magát a fogalmat is, hogy mit jelent ez a bullying, és hogy mit jelent ez a háromszereplő ebben a jelenségben. Ugye a bullying kifejezés, hogyha körüljárjuk, akkor ez mindenképp egy kiszolgáltatott személy bántalmazását jelenti, vagy valamilyen rossz bánásmódot egy erősebb, egy hatalmasabb személy által. És a többségben levő erő által, ez is nagyon-nagyon lényeges, mert lehet egy vagy több zaklató, aki a viselkedésével, a cselekvéseivel bántalmaz, vagy akár lelki megfélemlítést tesz, vagy akár tetlegességig is elfajulhat ez a dolog, mert ugye ez még csak a két szereplő, hogy van a zaklató és van az áldozat. Figyelembe kell venni a szemlélőt is, akik ugye olyanok, mint valamilyen statiszták, aktív vagy passzív szerepet vállalva a zaklatásban, mert hogy ők jóvá hagyják a zaklatónak ezt az antiszociális magatartását, és valahogyan érzelmileg is érzéketlenné válnak a kegyetlenséggel szemben. Akár később ők is zaklatókká léphetnek elő, vagy maradhatnak tétlen szemlélődők is, de hogy ennek is ára van. Ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ő sem egy olyan szereplő, aki úgymond nem tesz semmit, mert hogy igazából azzal, hogy hallgat, legitimizálja a bántalmazónak a viselkedését. Uh-huh. Megkérdeztetem, hogy miért érezted nagyon fontosnak, hogy erről külön beszéljünk? Hogy ennek egy külön részt szánjunk? Egyrészt pontosan a szemlélődők miatt, mert hogy nagyon sokszor magát a folyamatot nem tudjuk ott megakadályozni, hogy kivonjuk a forgalomból a zaklatót, és az, akit zaklatnak, annak gyorsan tartunk egy asszertivitás tréninget, hogy ne engedje. Mert hogy ott jóval hosszabb ívű ez a beavatkozás, mert hogy pontosan a szemlélődők révén tudnánk megközelíteni prevenciósan a leginkább ezt a jelenséget, mert hogyha van Barbara Colorosónak ez a zaklatás körforgás ábrája, amit aztán akár be is linkelhetünk majd az adás alá, hogy vannak ugye a zaklatók, akkor vannak a csatlósok, akik ugye egy kicsit aktívan vesznek részt ebben a zaklatásban, akkor vannak az aktív támogatók, akik egyetértenek a zaklatóval, de nem vesznek részt magában a bántalmazásban, akkor vannak a passzív támogatók, akik hát úgy tétlen szemlélődnek, vannak a közönyös bámészkodók, és ott vannak a lehetséges védelmezők. Na és itt a lehetséges védelmezőknél, akik ugye rosszalják magát ezt az egész zaklatásnak a folyamatát, és úgy érzik, hogy segíteni kellene, itt lehetne megfordítani ezt az egész folyamatot. Mert hogyha a szemlélődők odaállnak az áldozat, a kiszolgáltatott személy mellé, és azt mondják, hogy na ezt nem, és mondjuk vannak 3-an, 4-en, 5-en, 10-en, akkor igazából lefegyverzik ezt az egész működésmódot. És hogy egy iskolában, osztályban, sőt akár a közösségben, hogyha egy gyereket ugye arra biztatunk, hogy egy ilyen helyzetben soha nem maradjon passzív szemlélő, hanem lépjen a lehetséges védelmező szerepébe, akár hogyha nincs annyi bátorsága, akkor merjen segítséget kérni felnőtt, vagy akár legyen ő is olyan hangadó, aki maga mellé toborozza ezeket a védelmezőket, akkor igazából soha nem fordulhatna az elő, hogy egy gyereket bántalmaznak egy közösségben, mert sokkal nagyobb szerepük van, mint amennyire gondolnak.
És ugye annál is inkább fontos erről beszélni, mert hogy bár én többnyire iskolai környezetben találkoztam ezzel a kifejezéssel, a bullying kifejezéssel, ami ennek a zaklatásnak egy speciális megnevezése, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk gyermekek között, mondjuk kisebb gyermekek között ez a jelenség nem üti fel a fejét. Ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag ez mondjuk a nem tudom, a már bemutatott tini sorozatok világában üti fel a fejét. Sőt, tovább megyünk, ez nem jelenti azt, hogy ez a jelenség mondjuk nem kézzelfogható adott esetben, például munkahelyeken, felnőtt korban. Tehát itt nem arról van szó, hogy most belőttük a gyerekeket és beszélgessünk róluk. Nyilván egy nagyon nagy szelete a műsornak erről fog szólni, és talán ezt el is mondhatjuk, hogy meglepetés vendéggel is készültünk pont ezért az adás hátralévő részében, aki ebben nem konkrétan a bullyingben, hanem az iskola világában, a gyerekek világában nagyon kompetens. Úgyhogy szeretettel várjuk majd a bekapcsolódását a beszélgetésbe. De hogy ez egy ahogy mondtad, egy mondhatjuk, hogy generációkon átívelő dolog. Tehát kisgyerekeknél is, gyerekeknél is, tiniknél is, felnőtteknél is, ez egy abszolút kézzelfogható jelenség, csak gondolom a szintek mások. A károkozás szintjei, a fenyegetés szintjei, és mondjuk ki, a lehetséges következmények szintjei. Pontosan. És hogy magának a beavatkozásnak a szintje is, mert igazából az érzékenyítés, az pont az érzelmi intelligencia fejlesztését jelenti, hogy ezekben a helyzetekben ő tudjon együtt érezni az áldozattal, tehát hogy értse, hogy mi az, amint keresztül megy. Ez egy érzékenyítés, hogy én tudjam, lássam, megértsem annak a perspektívát, aki benne van a helyzetben. Persze bizonyos korig az egocentrikus gondolkodás, ameddig működik, és nem tudok ugye kilépni ebből a keretből, ott végül is ezt nem szándékosan teszem, hanem egyszerűen a gondolkodás sajátossága olyan. De az, hogy én fel tudom ajánlani a barátságomat, az, hogy én mindig jelentem, hogy bármilyen offline vagy online bántalmazást látok, akár gyerekként is, meg felnőttként is, ha magányosnak tűnik valaki, akkor oda megyek, és ugye felajánlom egyrészt a barátságomat, a támogatásomat, odaülők mellé. Nem veszek részt abban, hogy őt kiközösítik, hogy nem csatlakozom akár a bántalmazáshoz, hogy az is, hogyha csak ott állok, és nevetek, vagy figyelek, már az is egyféleképpen közönség a bántalmazó számára. Tehát, hogy ezt a felelősséget megérezni, meg akár a különbözőségnek a tiszteletben tartása, hogy ne ítéljek meg senkit csak azért, mert most ő másképp néz ki, vagy hogy át tudja meg gondolni azt, hogy ha én lennék az áldozat, akkor vajon mit szeretnék, hogy hogyan kezeljenek engem is. Meg akár, hogy proaktívan tudjam bátorítani akár a barátaimat, akár a bálmészkodókat, hogy menjenek el a helyszínről, mert hogyha egy bántalmazónak nincs közönsége, akkor jóval kisebb eséllyel fog bántalmazni, ez nagyon lényeges. Nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem, de kisebb az esély, mert neki pont azért kell az, hogy a másik senki legyen, hogy ő érezze magát valakinek, és ahhoz kell egy közönség. Az nem csak önmagának akarja bebizonyítani. Tehát ezért van az, hogy mondjuk például, ha vegyünk egy fiktív főelet, egy iskolában mondjuk két gyerek között kitör egy verekedés, és a többi azt elkezdi videózni, meg elkezd szurkolni egyiknek másiknak, azzal gyakorlatilag folyamatosan olaja tűnt a tűzre, táplálja ezt a feszültséget, még akár akaratán kívül is, mert nyilván ez most bocs, de csak egy primitív hozzáállásból csinálja, nem azért, mert ő feltétlenül mondjuk meg akarja öletni azt a másikat, akivel verekszik az erősebb gyerek. Igen, mert mindig azért bánt valaki valakit, másokat, mert lehetősége van rá. Tehát, hogy fel van hatalmazva, úgy érzi, hogy fel van hatalmazva ezzel az egésszel. És igen, és ő választja ki, hogy ki az, aki zaklat, és ő dönt, hogy bántani fog valakit, tehát ő van egy feljogosítottság érzése, és ehhez ugye hozzátartozik az is, hogy a közönség adja meg neki nagyon sokszor ezt az érzést. Közösségekben mondjuk adott, mondjuk egymáshoz közel álló, korban közel álló emberek csoportjaiban, iskolai osztály, átsuliba, középsuliba iskolai osztály, aztán mondjuk egyetemi csoport, aztán mondjuk munkahely, magától értetődő, Anna, hogy ez a jelenség, mint a nagy számok törvénye, előbb-utóbb felüti a fejét? Tehát ahol sok hasonló korú, sok hasonló közegből származó ember van, magától értetődő, hogy a bullying előbb-utóbb megjelenik? De attól függ, hogy maga az óvodapedagógus, a tanító milyen osztályközösséget alakított ki. Nagyon fontos a prevenció. Tehát én mindig erre helyezném a hangsúlyt, mert ha van egy olyan osztályközösség, ahol érzékenyítettem a gyerekeket, ahol van egy összefogás, ahol valahogy nem ezek a klikkek működnek, és egymást kibeszéljük. Jó, ez mindig felüti a fejét, mert a csoportképződésben mindig van viharzás. De hogyha ezt pedagógus jól kezelte már,
1-4 osztályban, mert ott van a prevenció első szintje, ugye már a nagyobbodáskor 1-4 osztály, és utána, hogy a következő szintre lépnek, mint egy megerősödött osztályközösség, akkor ott lehet olyan is, hogy ez nem fog előfordulni, mert olyan, ugye a szemlélődők nem fogják engedni, ez az egész megtörténjen. Persze minden osztályközösségben van olyan gyerek, aki potenciális zaklatóvá válhat, aki szeret uralkodni mások fölött, vagy aki hajlamos kihasználni a társait, vagy akinek nehezére esik ez az empátia, hogy egyszerűen beleképzelje magát a mások helyzetébe, vagy olyan is lehet, aki akkor bántalmaz, amikor nem látják, vagy olyan is, aki ténylegesen örömét leli abban, hogy ennek a kiszemezett célpontnak fájdalmat okozzon, vagy hát nagyon sokszor ezt tényleg látjuk, hogy néha csak azért csinálja, mert hogy ő abszolút figyelemre vágyik. Mert hogy vannak a zaklatónak típusai is, akár ez a magabiztos zaklató, aki ugye mindig kiáll, és akkor hát ugye vagányságból teszi. Van a társasági zaklató, aki háta mögött kell tudja azért mégiscsak azt a támogató közösséget. Akkor van a profi zaklató, akinek már ilyen jó kis technikái vannak, akár ilyen cyberbullying tekintetében, hogy mit kell mondani, hogy kell valakit megfélemlíteni. Van a szenvedő zaklató, aki ő maga is ugyanúgy szenved, és akkor ezt a szenvedés nyomást próbálja valahogy ventilálni. És akkor hát ugye a legsúlyosabb, amikor már zaklatók csoportjával, bandájával találkozunk. Tehát, hogy amikor az iskola legitimálja ezt az egész viselkedést, és nem tesz ez ellen semmit. Mert ugye nagyon sokszor látom, hogy maga az iskolai közösség, a vezetőség huny szemet, mert ők maguk is félnek, és azt tudják, hogy nyúljanak ez az egészhez hozzá. Mert hogyha egy ilyen ott van egy iskolai közösségben, ezt már a legnehezebb kezelni. Mármint arról beszélsz, amikor már közösségi szinten van, tehát nem egy kirívó egyéni esetről beszélünk, hanem amikor azt mondod, hogy ez már egy eszkalálódott dolog. Hogy van egy banda, aki az egész iskolát félelembe tartja, és tehát egyrészt ez a része, és amikor ugye vannak a vészjelek egy-egy gyereknél, és akkor az senki nem veszi észre, mikor például egy gyerek elveszíti az érdeklődését az iskola iránt, vagy látja például a szülés, akár hogy szokatlan úton megy haza, vagy nagyon leromlik egy tanulmányi eredmény, vagy már nem vesz vissza a programokban, vagy sokszor a gyerek éhes, mert ugye elveszik a pénzét, elveszik az ételét, vagy akár pénzt csenhet el a szüleitől, vagy bemegy a mosdóba, és gyorsan átöltözik, hogy ugye ne lássák a bántalmazás nyomait rajta. Vagy ez a túl nagy ilyen érzelmi hullámvasút, ez a nagy elszomorodás, a nagy feldühödés, miután beszél valakivel, vagy elolvasott akár egy levelet, vagy akár amikor lenézően, vagy utálattal tud beszélni az osztálytársairól. Ezt látja egy osztályfőnök, tehát hogy nincs olyan, hogy nem látod, mert ott van az orrod előtt. Tehát amikor például nem mesél a barátairól, vagy akár a napjáról, vagy hát hányszor szakadt a ruházata, sérülések vannak rajta, és akkor ilyen nagyon érdekesen magyarázza ki, hogy hát neki estem az iskola kapujának, vagy pszichoszomatikus tünetei jelennek meg, hogy fáj a hasa, fáj a feje, pánikrohamai vannak, nem tud aludni. Sokszor egy rajztanár észreveheti, hogy az alkotásain megjelenik ez a nagyon súlyos szorongás, ez a zaklatott lelkiállapot, ez a leplezett agresszió, mert benne is ugye egy áldozatban elkezd felgyűlni az agresszió, és akkor ő is azt valahol ki kell szelepeltesse. Igen, és akkor ezt fontos elmondanunk az adásnak ezen a pontján, hogy nyilván e téma feldolgozásában azért kiemelten fogunk beszélni az iskolás korosztályról, mert ahogy Anna is mondta, a prevenció is itt kezdődik ennél a korosztálynál. Illetőleg szerintem ez az életünknek talán az első olyan szakasza, ahol ez a fajta jelenség, hát persze, hogy az első olyan szakasza, hiszen innen megyünk ki az életbe, akár megküzdési mechanizmusokat, akár életre szóló sebeket tud nekünk adni. Akár egy életre szóló érzékenységet tud nekünk adni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, jól gondolom az iskolás időszak, így gyakorlatilag az általános iskolától kezdve a mondjuk a 18 éves korig, nem? Hogy mit látok ebből, hogy dolgozom ezt föl, hogy vesz ez engem körül. Igen, mert abba kell kiindulnunk, hogy egy áldozat miért nem számol be a zaklatásról? Tehát, hogy miért nem kér segítséget? Mert hogy gyakran szígyeli magát, hogy ő áldozattá vált, vagy akár félhet a megtorlástól, vagy akár azt is gondolja, és itt ez már egy súlyos dolog, hogy úgysem tudna vagy akarna segíteni rajta senki. És hogyha ez már egy ilyen meggyőződésé válik, akkor egész életében végül is predestinálta magát az áldozat szerepre, mert hogy nem hiszi el, hogy ebből az egészből ki lehet jönni. Meg akár elhiheti azt, hogy a zaklatás a gyerekkor vele járulja. Ezt nagyon sokszor akár a pedagógus vagy a szülő is megerősítheti. Ó, hát fiam, hát velem is történtek ilyen dolgok, na most hát nem kell annyira szívedre venni, amikor elkezdjük az érzéseit magat
kapitalizálni, nem validáljuk azt, amit érez. Tehát, hogy ez tényleg egy súlyos következmény lehet egész felnőtt koráig, amikor persze mindig felül lehet írni ezeket a mintákat, de ez egy kőkemény, kinkeserves munka, és sokkal könnyebb, hogyha akkor abban a helyzetben én pedagógusként, szülőként észreveszem, és konkrét lépéseket teszek annak érdekében, hogy ez az egész helyzet ne álljon többet elő, és segítek annak a gyereknek megküzdeni. Sőt, nekem még az jutott eszembe, amit talán konkrétan nem említettél, hogy mi van akkor, amikor az áldozat konkrétan elhiszi, hogy ő neki ezt kell kapnia, tehát hogy ő ezt érdemli. Ő ezt a fajta bánásmódot akár családon belül, akár a kortársakon belül, akár egy osztályon belül, akár egy közösségen belül teljesen joggal kapja, hogy őt megérdemli, hogy így kezeljék. Hát itt pont ez a lényeg, hogy ezt kell felülírni benne, mert hogy a zaklatás áldozatává bármilyen nemű korú testalkatú és bármilyen hátterű gyerek válhat, és számtalan oka lehet a zaklatásnak, vagy a fizikai megjelenés, vagy a faji hovatartozás, vagy egy mentális, vagy egy testi eltérés, vagy ugye maga az önértékelési, meg a kommunikációs zavarai, az, hogy szótlan, az, hogy nem vesz fel szemkontaktust, ez mind nyuszika, rám nézel, az a baj, nem nézel rám, az a baj. Ugye sokszor ez a kéztördelés, vagy a görnyedtestartás, a szemlesütés, ami ugye valahogy determinálja ennek a gyereknek a kiszolgáltatottságát, és ugye felhívja magára a figyelmet, és a zaklatónak az érdeklődését. És pont azért, mert ugye a népszerűsége gyengébb, és az izoláció jön nő, ő ki van téve ennek az egész helyzetnek, tehát, hogy bármikor belekerülhet ebbe az egészbe, és hogyha elhiszi, hogy neki ez kijár, akkor pont ezért nem tud kitörni ebből az ördögi körből, és ezért nagyon fontos erről beszélni, hogy bármilyen eltérés, bármilyen nemet, korod, testalkatod, bármilyen fizikai, mentális képességeid vannak, tehát, hogy ilyen nincs, hogy téged zaklatnak. Tehát, hogy nem, ezt nem engedhetjük meg, ezért ugye maga az iskola alapító okiratába is be lehetne írni, vagy akár egy ilyen szemléletben ezt közösen megfogalmazni, hogy ezt nem toleráljuk. Tehát, hogy nem sütünk szemet ilyen dolgok fölött. Mert hogy te dolgoztál aktív iskola pszichológusként is, ez nem, ha jól sejtem, ez nem olyan probléma, amiről a levegőben beszélünk. Majd aztán nekem is lesz erre konkrét példám, csak először itt téged kérdezlek a tapasztalataid nyomán. Igen, tehát hogy nagyon sok ilyen helyzet volt, viszont én azt láttam, hogy nagyon sok csoport járt annak idején. Úgy volt a munkaidőm felosztva, hogy felét egyéni foglalkozásként tartottam, és a másik felét pedig csoportokkal dolgoztam. És volt olyan csoport, akiket végigvittem negyedik osztálytól egészen nyolcadik osztályig. És az volt a jó, hogy a heti találkozások alatt minden ilyen helyzetet, azok legalábbis a csoportba, akik jártak, minden ilyen helyzetet végig lehetett beszélni úgy, hogy ott voltak azok a gyerekek, vagy akár a bántalmazó, vagy a bántalmazott, mindig valamilyen szereplő ott volt. És akkor ezeket a helyzeteket ki lehetett egyrészt beszélni, meg nagyon sokszor a gyerekek kértek segítséget, hogy akkor vigyük be ezt osztályfőnökörre, vigyük be szülértekezletre. Tehát, hogy nagyon proaktívak voltak, akár a gyerekek is, meg a tanárok is. Jó, ez egy év munka után, mert az elején teljesen ellenállás volt, ugye magával az egész pszichológiával szemben. Én akkor kerültem ki iskolapszichológusként, amikor még igazából hogyha a tükörben néztem, akkor láttam először iskolapszichológus magamat. Tehát, hogy azt sem tudtam, hogy néz ki egy iskolapszichológus, meg mi az, amit csinál. Tehát, nem nagyon voltak ilyen állások, nem nagyon tudtam, hogy én is konkrétan mi az, amit kell tegyek. És valójában egy év alatt fel kellett nekem is építeni azt a kapcsolatrendszert, hogy megbízzanak bennem a diákok, hogy egy-egy tanár meghívjon egy szülőtekezletre, kezdjenek komolyan venni a szülők, és maga az egész iskola meg a rendszer szintjén tudjunk beavatkozni. Mert hogy ez talán még ma is élő sztereotípia, én úgy gondolom, bár talán egyre kevésbé, de azt gondolom, hogy még igenis élő sztereotípia az, hogy pszichológushoz menni? Hát nem vagyok én hülye, mi menjek én pszichológushoz? Hát nincs nekem bajom. Hát pontosan. Igaz? Igen. És a beszélgetésnek arra a pontjához érkeztünk, amikor megérkezett vendégünk, Balatoni József, Jocó bácsi világának, a blognak az útnak indítója, tulajdonosa, az ország jocóbája, hogyha lehet így mondani. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szia, Jocó! Sziasztok, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát mi köszönjük, hogy elvállaltad a beszélgetést ebben a nem könnyű témában. Annával egy pár gondolatot összegyűjtöttünk már erről a bizonyos bullying jelenségről, hogy általában mit is jelent a bullying, mit is jelent a zaklatás, és igazából ahhoz a részéhez érkeztünk, és ott csatlakoztál a beszélgetéshez, amikor az iskolára zoomoltunk rá, hogy mennyire baromira fontos, hogy lássuk azt, hogy milyen szerepe van az iskolának egy ilyen jelenség megjelenésében, eszkalálódásában, esetleg tragikus kimenetében, de ami még fontosabb, a megelőzésében. Előzetesen azt kérdezném tőled, hogy ha azt mondjuk, hogy bullying, akkor neked a sok éves pedagógiai pályádról mi
ugrik be, milyen tapasztalat, milyen emlék, milyen gondolat, milyen helyzet, amikor ezt szembe kellett nézned? Egyrészt a gyerekkorom, tehát a saját gyerekkorom, én azt gondolom, csak akkor még nem így hívtuk, hogy bullying, hanem szekálásnak hívtuk, meg csúfolódásnak. Másrészt pedig az, ami viszont már pedagógusként, hogy ez egy folyamatosan jelenlévő történet. Tehát, hogy nem tudod a gyerekeket megóvni ettől, fel tudod őket készíteni erre, de teljesen megóvni nem lehet őket. Tehát én azt gondolom, hogy amit te is hangsúlyoztál, hogy a megelőzésre kell tenni az óriási fókuszt, és ezért ez egy nem régi jelenség, mondjuk az online zaklatás. Mert hogy ugye az online tér sem annyira régi, hogy ennek legyen mondjuk akár a hagyomány, hogy hogyan kell ezt jól kezelni, tehát én azt mondom, hogy ezt még mind a mai napig tanuljuk. És mind a mai napig kerül elő olyan típusú online zaklatás, amit eddig nem láttunk. Mert hiszen ugye onnan indultunk, hogy valakiről mit készült egy kép, és aztán azt feltették a netre. És aztán most már ott tartunk, hogy így videókat készítettenek az arcával, a hangjából összevágnak dolgokat. Tehát ahogy fejlődik a technika, egyre inkább ez az online zaklatás, ez egyre inkább durvul el, és természetesen amellett sem szabad elmenni, hogy ugyanúgy van zaklatás élőben. Én azt mondom, hogy talán kisebb mértékben, mert hogy az interneten adott esetben mondjuk arctalanul vagy egy álprofil mögé bújva szerintem sokkal jobban lehet, mert nagyon sokszor nem úgy zaklatják egymást, hogy nyíltan, hanem mondjuk álprofilokon keresztül. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy ki lehet-e nyomozni, vagy ki lehet-e dejteni, hogy ki van az álprofil mögött. Vagy például, amikor már van egy erős típje valakinek, akkor azt tudja, hogy lehet kezelni, hogy lehet bebizonyítani ezeket a dolgokat. Tehát számtalan olyan kérdést felvet ez, ami nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon nehézé teszi ezt az egészet, mind a kezelését, mindennek a felismerését, mert hogy ez még inkább láthatatlan. Szabad egy gyors kérdés még a mondandod elejére utalva, azt mondod, a saját gyerekkorod. Persze, mihez kapcsolódva a kérdés. Amikor azt mondom, hogy a bullyingról mi jut eszedbe, akkor azt mondod, hogy a saját gyerekkorod. De ezek szerint a mai napig vannak olyan meghatározó élmények, tapasztalások, amik, hogyha ezt mondom, hogy bullying, akkor rögtön beugrik. Persze, hát dadogós voltam, kövér és kitűnő tanuló. Na most ebből egy is elég ahhoz, hogy piszkáljanak, nem? Tehát én azt gondolom, hogy ebből egy is éppen elég ehhez. Természetesen ezt már nagyon-nagyon hosszú évek alatt feldolgoztam, meg pszichológus, meg coach, meg egyéb, de azért az emberben ez ott van. És Anna, figyelted, mennyire érdekes, hogy mit mondott Jocó, azt mondja, ezekből ez is elég, hogy piszkáljanak. Figyelted a kifejezést? Mintha magától értetődő lenne, hogy ez rendben van. Igen, tudok rezonálni erre, mert hogy én is jó tanuló voltam, meg szemüveges. Úgyhogy én már érdekes módon, ugye hát nem tudtunk segítséget kérni akkor senkitől, mert hogy igazából akkor a szülők se vették szerintem ennyire komolyan, vagy valahogy egy kézlegyintéssel ez el volt hessegetve, hogy hát majd túl leszel rajta, és akkor én például azt csináltam, hogy bevágottam a másik oldalra is. Tehát, hogy nem a zaklatok közé, hanem azok közé, akik úgymond ellogtak óráról, meg... Tehát, hogy nem maradtam benne ebbe a klasszikus jó tanuló szerepben, mert az már ciki volt egy idő után, tehát akkor kellett csinálni valami mást is, hogy akkor ugye ne engem mosdassanak meg először, vagy stb. Tehát, hogy nagyon... Igen, tehát, hogy ezen az oldalon is állni, jó, nekem nem volt olyan hosszú időn keresztül ez az egész zaklatásos dolog, de megéltem azt, hogy mit jelent, amikor csúfolkodnak azon, hogy hát a házi olvasmányokat csak te írtad le, és te olvastad el, és ez már milyen ciki tud lenni. Igazából ez a vegyes érzés, hogy hát büszke kellene legyél, tehát a tanárok megdicsérnek, de az osztálytársaid meg zaklatnak amiatt, hogy jól tanulsz. És ugye azt mondtad, miatt Jocó kapcsolódott hozzánk, hogy a prevenció, az gyakorlatilag talán az alsó tagozatos kor, ahol el kell, hogy ez kezdődjön. Igen. És akkor innentől gondolkozunk együtt erről a dologról. Igen, mert én egyrészt ez az én veszőparipám, mert én óvodapedagógusokat meg tanítókat képzek, és teljes mértékben azt gondolom, hogy a társas érzelmi készségek fejlesztése az minél korábban kellene elkezdődjön. És mind a három szinten érdemes lenne beavatkozni, mert hogy maga a szemlélők, akikről beszéltünk, hogy megértsék egyrészt a bántalmazásnak ezt a dinamikáját, hogy tudjanak kapcsolódni az áldozat negatív érzéseihez, hogy erősödjön az empátiájuk, hogy felismerjék a saját felelősségüket, és akár a lehetőségüket, meg a képességüket a beavatkozásra, meg az áldozatoknak a támogatására. Ugye a Zimbárdónak a Hősök Tere projektje pont erről szól, hogy te is lehetsz hős, tehát hogyha mindenki igent mond, te mégiscsak mondhatsz nemet. Tehát, hogy egyáltalán ezt az érzést elfogadni, megérteni, és ebbe a szerepbe belehelyezkedni, akkor az áldozatok is
ugyanolyan mértékben ugye fel kell ismerjék a saját erősségeiket, meg kell javítanunk a megküzdések képességüket, mert így kevésbé lesznek vonzó célpontok. Ez is nagyon-nagyon fontos. Meg hogy ne engedjük azt, hogy kiszolgáltatottak legyenek a bántalmazás negatív hatásainak. Tehát ebből a szempontból a tanítónéni, akár az iskolai igazgató, akár a tanár is, és ugyanolyan mértékben felelős azért, hogy mennyire tud az áldozat mellé állni, és egyféleképpen megfogni az ő kezét is, és nem hagyni benne ebben a szerepben. Meg hogy ne feledkezzünk el a bántalmazókról sem, mert őket nagyon hajlamosak vagyunk ilyen fekete bárányként ugyanúgy megcímkézni, és igen, ugyanúgy áldozattá válhatnak ők bántalmazóként, mert hogy ők nekik is lényegében a negatív érzések felismerésével van problémájuk, és ezeknek a szerepének ugye a megértésében, és hogy kezelni tudják ezt úgy, hogy közben nem bántalmaznak. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, meg nem csak egyénenként, hanem az osztályközösséggel való munka, talán a legfontosabb, itt jön be az osztályfőnöknek egy hatalmas szerepe, ezt is nagyon sokszor bagatelizáljuk, ó, hát az oszi az tart egy oszi órát és ennyi, de közben az osztályfőnöknek meg pont ez lenne a szerep, hogy segítse ugye a pozitív társas kapcsolatokat, a barátságos légkört, a befogadó közösséget, és ez egy nem egy kis munka, mert aki már dolgozott csoportokkal és csoportdinamikával, az tudja, hogy a viharzás, a konfliktusok, a klikkek, legyen ez lányos közösség, fiús közösség, ez így is részese a történetnek. Tehát nem kell attól elkeseredjünk, hogy ez van. Mit kezdünk ezzel? Az élménypedagógiai módszerek, a különböző csoportképzések, a játékok, a kirándulás, a kapcsolat igazából az, ami nagyon, nagyon fontos, meg beleállni ezekbe a helyzetekbe, így látom. Én ezt csináltam osztályfőnökként. Én 4 évig voltam osztályfőnök, de úgy, ezt kezdtem el pont azelőtt mondani, mielőtt beléptél volna, hogy ez nagyon érdekes helyzet volt, mert hogy nekem nem volt semmilyen órám az osztályommal, csak oszi óra, meg csoportra jöttek hozzám. És hát rengeteg probléma volt, amivel meg kellett küzdenem, akár ez az egész bántalmazásos dolog, akár tehát az összes antiszociális viselkedés, ami létezik az ott az én osztályomban. És sokszor tehetetlen voltam, és azt láttam, hogy abban a pillanatban, amikor meg tudom én magam mutatni valójában, és akár elfogadni ezt az érzést, hogy most egyszerűen nem tudom, hogy mit kezdjek veletek. Hogy megmerem mutatni a saját sérülékenységemet, sebezhetőségemet. Hát volt olyan helyzet, hogy elmentünk osztálykirándulásra, és gyakorlatilag 30 kilométer alatt 5. osztályban, és ez nem most volt, ez lehet, hogy elmeséltem már, hanem 1999-ben időszámításunk előtt 30 kilométer alatt berúgtak a maxi toxin, amivel mentünk kirándulni. Mert hogy a vörösbort otthonról összetöltötték kólával. És ki a bánatnak jutott eszébe, hogy a kólát kóstolgassa, hogy abban csak kóla van-e. Tehát, hogy itt eszembe se jutott 21 évesen, hogy én ilyeneket kellene csináljak. És hát nagyon sok konfliktusunk volt. Hogy egyrészt én is belementem ilyen dolgokba, hogy jaj, hát akkor nem mondjuk meg a szülőknek, mert ez csoporttitok, és akkor amikor a szülők megkérdezték, és oszi, akkor mi volt azzal a borozással? És kiderült, hogy a gyerek azt mondta, hogy hát az oszi férje kérte a bort. És a szülő odaadta az 5 liter bort a gyereknek, mert az oszi férje kérte, szóval. Meg hogy akár amikor bántalmazták azt a kislányt, volt egy ilyen műsor nálunk az egyik ilyen nagy DV csatornán, tehát hogy tényleg velünk minden megtörtént, ami megtörténhetett, hogy, tehát, hogy az volt a címe, hogy szerelemből. És képzeld el, hogy valakinek nyilvánosan szerelmet vallhattá, és akkor maga a stáb elment és elkísért, és akkor jött, mit tudom, Mariska néni szerelmet vallott Jóska bácsinak a nem tudom hol. De hogy kijönni Bukarestből Marosvásárhelyre, a 18-as általános iskolába, egész tévéstáb, mert az én osztályomban az egyik kislány szerelmes lett a vallásórán nem tudom kibe, és kiszedték a gyereket az én osztályomból, és elvitték a másik iskolának a másik osztályába, és bevonultak a nem tudom milyen órán, és lekamerázták, hogy a kislány ugye szerelmet vall. Na gondold el, hogy milyen bántalmazás áldozata lett a kislány, és milyen a fiú, és hiába tiltották le a szülők, hogy nem mutassák ezt be, mert a gyereknek a jogai, meg stb. Sérülnek, leadták a tévécsatornán. Utána mégis. Jézusom. Tehát ebből akkora cirkusz lett, és akkora zaklatásos történetek, hogy azt se tudtuk, hogy egyáltalán mit kezdjünk ezzel az egész helyzettel. Tehát, hogy volt, amit ott csinálni. Meg aztán nekem afférom a rendőrséggel, a kitört ablakkal. Tehát én azt mondtam, a 4 év, amit én pszichológián végeztem, hát az kutyafüle volt amellett, a tréning mellett, amit én 4 év alatt kaptam a saját osztályomtól. De a legjobb tapasztalat. Tehát, hogy most azt tudom mondani, hogy teljes szívemből hálás vagyok annak, hogy én ezeken ott mind végigmentem, mert másképp, hát az csak egy romantikus elképzelés, amit te a könyvekből olvasol.
Tehát ott volt a valóság. És olyan, mint Michelle Pfeiffernek a Veszélyes kölykök című filmjében, körülbelül úgy éreztem magam. Hogy amikor, nem tudom, láttad-e azt a filmet? Egyik zseniálisabb film szerintem. Igen. Én mindig igen, a diákokkal igen, meg szoktam nézetni, mert amikor ott lekeved a kis kosztümödet, tedd félre az asszertivitásról szóló könyvet, és állj bele a történetbe. Másképp nem lehet, ha nem állsz bele pedagógusként, osztályfőnökként, igazgatóként. És teljes mértékben azt láttam, hogy rengetegszer, persze a kiégés miatt, meg amúgy is van mindenkinek elég baja, hogy nehéz érzelmileg elköteleződni. Én írtam a tanárokat, írtam az osztályfőnököket is, hogy a mindenbe beleállsz, elfogysz egy idő után a rengeteg papírmunka, rengeteg plusz óra, rengeteg feladat mellett. Ez tényleg egy irracionális kérés, hogy ezt is meg kell tedd, de nem teheted meg azt, hogy nem teszed meg. Tehát ez is egy nagy parancs igazából önmagad fele, és hogy nem úgy ad szemet, mert te is szemlélődővé válsz, és részese leszel a folyamatnak. Viszont ugye adott egy közösség, nyilván egy közösségnek van egyfajta dinamikája, nyilván egy közösségnek van egyfajta hierarchiája, és mi tört? Ugye akkor baromi veszélyes ez a dolog, amikor mondjuk egy ilyen jelenség, mondjuk egy ilyen, nevezzük szekálásnak, hogy nem mindig a bullyinget, még ilyen szekálós, bántó jelenség a közösség dinamikájának a részét képezi. Tehát, nem egy kirívó eset lesz, látom, hogy nagyon bólogasz, tehát, hogy pontosan érted, hogy mire gondolok, hogy ez nem egy kirívó eset lesz, hanem a része lesz annak, hogy mondjuk egy kis közösség az működik, hogy szemet hújnak sokan fölötte, hogy hát igen, ő az, akit piszkálnak, addig sem engem, igaz? Ugye van ez a fajta hozás, addig se engem. Akkor én nem bántom, mert ennél azért szociálisan érzékenyebb vagyok, de azért nem is emelem föl a szavam, mert akkor a végén még én leszek a lúzer, akkor mi lesz, hogyha rám szállnak, és közben meg... Amellett, hogy legitimizálva van ez a fajta működés, ami nem lenne szabad, hogy megtörténjen, gyakorlatilag ugye ez ahogy megy előre, úgy eszkalálódik is, mert általában mondjuk egy zaklató, egy csoporton belüli zaklatás, vagy két ember közötti ilyen viszony nagyon ritkán áll meg egy szinten, nem? Tehát egy idő után, ha valaki ennek az áldozatába válik, akkor a zaklatónak mindig több és több kell, nem? Tehát nem elég, hogy mindig egy kicsit megbögdösöm a vállát, egy idő után már akkor egy kicsit megcsapom, ha megcsaptam, akkor idő után jobban odasózok, aztán meg is rúgom, nem? Tehát, hogy jó úton vagyok a gondolatiságát tekintve ennek a dolognak? Persze, mert igazából ez annyira beszivárog az osztályközösségek meg az egész iskola életébe, hogy az, amit én naponta tapasztalok és látok, ez valahogy a normalitás részévé válik. Tehát, hogy én felcímkézem, hogy hát ez mindig ilyen volt, ilyen lesz, nincs amit tenni, és hogy valóban nem veszélytelen a szemlélődőből valahogy ez a védelmező szerepet felvállalni, gondoljunk csak az Osztály című filmre, a YouTube-on is végig lehet nézni, ahol ugye egy gyerek áll a bántalmazott mellé, és igazából ketten válnak bántalmazottá. Tehát, hogyha csak egy teszi meg ezt a lépést, és az egész közösség egy lépést hátra tesz, akkor igazából te is bekerültél ebbe a körbe, amikor téged is ugyanúgy fognak bántalmazni. Tehát, hogy nagyon nagy a felelőssége annak az első embernek, aki odalép és ez nem, és az összes többinek, aki megmeri tenni utána ezt a lépést, mert ha nem, akkor ő is ugyanúgy egyedül maradt. És akkor ki lesz ez az első, aki mégiscsak beugrik ide a tigris karmai közé, ha úgy vesszük? Jocová, osztályfőnök felelőssége. Én az oldaladon nagyon-nagyon sokszor láttam különböző posztokat az osztályadról, hogy és emlékszem, amikor beszélgettünk, hogy te a digitális oktatás alatt is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt próbáltál fektetni arra, hogy mondtad, úristen, mit meséltél? Online palacsintát sütöttetek, reggelit csináltatok, karácsonyi reggelit csináltatok, ha jól emlékszem, online. Nem tudom hányféle kamerával, tehát hogy te nagyon próbálsz arra figyelni, hogy ha osztályfőnök vagy, akkor te tényleg osztályfőnök legyél, ne adminisztrátor, ne a tanár, aki kiosztja az ellenőrzést, hanem tényleg osztályfőnök legyél. Na mit tesz az osztályfőnök, amikor ilyen helyzetre szembesül? Anna mesélt egy-két sztorit. Én egy kicsit Annához visszacsatolva, vagy abszolút egyezetek abban, hogy ezt minél korábban el kell kezdeni. Tehát, hogy én már akár már az óvodában is elkezdeném ezeket a fajta érzelem, felismerés, érzelem, kinyilvánítás dolgokat. Másrészt meg ugye, amire nagyon kevés hangsúlyt fektetünk, vagy leginkább a büntetést, ugye az a bántalmazóra, holott, ahogy Ancsa is mondta, ott is vele is kell foglalkozni, mert nagyon sok esetben kiderül, hogy a bántalmazó az valahol máshol áldozat. Akár egy edzés környezetben, akár otthon, és ezt a fajta megoldási módszert, vagy ezt a fajta kompenzációt tolja rá mondjuk a másikra. És szerintem itt van nagyon fontos felelősség egy osztályfőnöknek, hogy ilyenkor szerintem a büntetés az a lehető legrosszabb megoldás, mert persze, kezelni kell a helyzetet, de én azt gondolom, hogy egy ilyen mediációs beszélgetés mindenkivel külön-külön, aztán együtt, aztán utána akár a szülőkkel is beszélve, azt szerintem sokkal többet ér, mint hogyha azt mondom, hogy akkor te most kapsz egy igazgatói intőt, és ezzel el van intézem, mert ezzel nincs elintézve a probléma.
Én a szerfőnökként mindig figyelek arra, hogy ha konfliktus van gyerekek között, legyen ez bármilyen konfliktus, akár egy szerelmi konfliktus, egy féltékenység, egy bármi, én leültetem őket. Egyrészt leülök velük egyesével, elmondhatják, hogy mit gondolnak, és aztán utána leültetem őket magamhoz, és végigbeszéljük együtt, és elmondhatják, és előre lefektetjük ennek a szabályait. Tehát az, hogy meghallgatjuk egymást, az, hogy nem támadunk, az, hogy tiszteletben tartjuk egymásnak a véleményét, megvárjuk, amíg befejezi, utána reagálunk. Tehát tényleg egy ilyen mediációs beszélgetés. Amire aztán még nagyon hangsúlyt fektetek, az a prevenció, tehát tényleg egyfajta megelőzés. Vannak olyan videók, amiket lehet elemezni, például, hogy a Momentán társulat készített nagyon sok ilyen témájú, ilyen rövidebb videókat, vagy akár ugye Anik Vujicsicsnak vannak ilyen rövidebb megszólalásai, amiket szerintem érdemes levetíteni, átbeszélni, és ezáltal egyfajta megelőzés. Aztán szerintem, ami nagyon fontos az ilyen szituációkban, azok a különféle drámajátékok. Éppen azt szoktam alkalmazni, mert hogy nagyon sokszor erről direktbe nem lehet beszélni, vagy nem is kell beszélni, tehát nem úgy megy be az ember, hogy hallottam, hogy tegnap az XY-ról készítettek egy képet. Ennyi, hanem mondjuk bevinni egy olyan drámajátékot, amiben tudod azt, hogy ki volt a főkolompos ebben, és mondjuk őt tenni véletlenül olyan szerepbe, amivel átérzi a másiknak a helyzetét, őt tenni az áldozatnak a szerepébe. Aha. Vagy például észrevétlenül az áldozatot, meg a zaklató, vagy a bántalmazót, azt párba rakni, és együtt dolgoztatni őket az ügyben, hogy egy problémát meg kell oldaniuk. Vagy mondjuk őket párba tenni úgy, hogy a másikat tenni az irányító szerepbe. Tehát rengetegféle lehetőség van erre, amikor észrevétlenül persze ott pedagógusként nagyon ott kell lenni, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történik, figyelni a dinamikára. Ami szerintem még fontos, hogy pedagógusként kialakítani egy olyan fajta attitűdöt a gyerekekben, hogy merjenek erről beszélni, merjenek szólni erről. Amit én nagyon nem szeretek az óraimon, az az árulkodás. Tehát ez a, jaj, Jocó bácsi, az XY nem kék tollal ír, hanem pirossal. Hát köszi, hogyha én majd észre veszem, akkor majd szólok miatta, amúgy meg azzal ír, amivel neki kényelmes. És ezt én még tisztázódom is, hogy ez a fajta árulkodás, ez nem jó. De az, amikor te a problémáddal fordulsz egy pedagógushoz, az nem árulkodás. Ezt nagyon élesen kell tisztázni a gyerekekkel, hogy mit tartunk árulkodásnak, és mi az, amit azért tesz az illető, hogy önmagát jobb fényben tüntesse föl, vagy a másikat rosszabb fényben, vagy tényleg egy valós probléma, amit meg kell oldani. A valós probléma az nem árulkodás. És ezt is szerintem már az elején tisztázni kell. Tehát, hogy ezért egy nagyon-nagyon komplex feladat, de egy olyan bizalmi légkört kell kialakítani, amikor is a gyerek tényleg mer, és elmeri azt mondani, hogy igen, rólam ez is készült, vagy van egy messenger csoport, amiből engem kihagytak, és ott szitírnak egyfolytában, mert XY elmondta nekem, tehát ennek rengetegféle dolga lehet. De egy brutálisan fontos kulcs szó, így a történetek között gyakorlatilag megbújva, de egy brutálisan fontos kulcs szó elhangzott itt, a bizalmi légkör kialakítása. Tehát, hogy ugye nagyon-nagyon sokszor, aki ilyen helyzetben van, a nulladik lépés, hogy kihez forduljak, kiben merjek megbízni annyira, hogy elmerjem neki mondani. Igen, abszolút. Abszolút, és ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra elérni, ezt nem akkor kell elérni, vagy kivívni, amikor baj van. Hogy azt mondani, hogy hú, hát megbízhatsz bennem. Ezt a nulladik pillanattól kezdve osztályfőnökként és osztályközösségként, mert ezt egyedül nem megy, tehát ehhez kell az osztály is. Na, a nulladik pillanattól kezdve szépen lassan építeni kell, és meglátják azt, hogy bármivel odajöhetnek, tehát akár mondjuk női problémákkal, szerelmi problémákkal, és ha ilyenkor nem hajtod őket el, hanem meghallgatod és próbálsz neki segíteni, akkor eléred azt, hogy más problémával is. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk mellé állsz, mert hogy ha mondjuk jön a szüleivel kapcsolatos problémával, akkor meghallgatod, de lehet, hogy rávilágítasz egy teljesen más oldalra, hogy mondjuk a szülő azért teszi ezt, mert aggódik, mert félti őt. Ő nem bántani akarja azzal, hogy eltiltja XY-tól, hanem lehet, hogy nem ismeri őt, és félti tőle. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok mindent kell számításba venni, és nagyon-nagyon szerintem az a pontos, hogy nyitottnak kell lenni. Ezt úgy tudtam megfogalmazni, ez az őszinte odafordulás a gyerekek felé. Mert azt érzik, tehát azt tudja, hogy veled lehet őszinte. Neked elmondhatja, mert hogy te mindent meg fogsz tenni azért, hogy vagy segítsél, vagy átlendítsd ezen, és szerintem ami fontos, hogy ne áruljuk el a gyereket. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy jön egy problémával, az osztályfőnök meghallgatja, és azonnal felhívja a szülőt. Egy olyan problémával, amivel azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell a szülőhöz fordulni. És onnantól kezdve a gyerek elárulva érzi magát. Ő azt érzi, hogy hozzád fordult egy problémával, és te azonnal az ő szüleihez mentél.
Tehát vannak, igen, tehát szerintem azon, hogy pedagógusként az emberben van annyi józan észre, meg empátia, tudja ezt mérlegelni, hogy mi az a pont, amikor igenis a szülőhöz kell fordulni, de én ilyenkor mindig meg is mondom a gyereknek, hogy figyelj, erről beszélni aha. kell a szülővel. Tehát, hogy tudja mert róla. Ha utólag derül ki, az is egyfajta árulásnak élheti meg a gyerek, és hát azért... Valljuk be, azért a kamaszok nagyon-nagyon szenzitívek, és nagyon-nagyon könnyen megbántódnak, és nagyon könnyen félreértik ezeket a dolgokat, de ha te őszintén kommunikálsz, baj, azt mondják, hogy figyelj, ezt el kell mondanunk anyának, hívjuk be, üljünk le, itt leszek melletted, de mondd el neki, mert elmondhatod neki. Mert hogyha ha adott esetben baj van ebből, akkor azért vagyok itt, hogy ezt itt tompítsam és segítsek ebben. Tehát, hogy én ezt nagyjából így képzelem el ezt a fajta megoldást, de hát ahány probléma, annyiféle megoldás, és hát mindig azt gondoljuk pedagógusként, hogy annak kell, hogy a pedagógusokkal foglalkozó emberként, hogy már tényleg mindent láttunk. És aztán az élet pedig bebizonyítja, hogy nem. Tehát vannak olyan helyzetek, akár egy képzésen, akár egy tanórán, amikor rájössz, hogy atya úristen, ezt álmomban nem gondoltam, hogy ez így, ez a szituáció megtörténik. Mert hogy ugye erről nem beszéltünk még, már pedig ugye ennek a témának egy nagyon-nagyon fontos vetülete, ugye ha prevencióról ennyi szó volt, akkor igazából szembesüljünk azzal is, hogy mi lehet a legsúlyosabb végkimenete ennek. Nem kell olyan messzire menni, 2021. szeptember, Magyarország. Tisza Gábornak talán emlékeztek az esetére. 16 éves fiú volt. Egy 16 éves fiú, aki gyakorlatilag amennyire én tudom, amennyire utána olvastam, egy az egyben ennek a jelenségnek lett az áldozat. Ennek a jelenségnek a nem megfelelően kezelt formájának lett az áldozata. Csak hogy legyen a... Látom, jó szó, hogy kicsit úgy ingatod a fejed. Hát azért sokkal mi... Tehát, hogy tehát ahogy én utána jártam, meg kérdezgettem meg, és nagyon felhezeketett, ott azért ugye az is volt, hogy ő egy érzékeny művészlelkű srác volt, és egy olyan közegbe került, valamit kompenzálandó, és most akkor szerintem ezt érti, aki akarja. Igen, tehát erről beszélnünk kell, hogy van a diákok között sajnos öngyilkosság, és én azt gondolom, hogy nem mindegyikből lesz hír, sőt, a 70-es években a világ vezetői voltunk az öngyilkosságok terén, vagy a Kádár korszak, és az alkoholizmus, és a szovjet tömör repedezése, és ez valahol megjelenik, ezt visszük tovább, vagy ugye elég arra gondolni, hogy amikor ugye Stelz Rezsőnek a Szomorú Vasárnap című száma megjelent, tehát hogy... Meg a 13 okon volt film után is ugyanezt a jelenséget írták le. Nem véletlen az, hogy mondjuk én például nagyon sokat beszélek, vagy írok az én életemnek a traumáiról, a szeretteim elvesztéséről, a válásomról, és a többi, és a többi, és a többi. Hogy lássák a gyerekek, hogy mindig van kiút, és mindig fel lehet állni arról a rohadt padlóról, és le kell menni a padlóra. Persze ezek a történések mindig is ott voltak az életünkben, de azért mégsem látjuk azt, hogy most a fél világ öngyilkos lett, mert meghallgatta a Szomorú Vasárnap című számot, vagy megnézte a 13 okon volt sorozatot, vagy pont a Romeo és Júlia színdarabot nézte végig. Mert hogy Máté Gábor pont erről beszél, hogy maga a trauma is nem ott kezdődik, amikor megtörténik veled ez a traumatikus esemény, vagy bármilyen zaklatásnak az áldozata leszel, hanem hogy elvesztődik a kapcsolat egy számodra olyan személlyel, akivel megbízhatsz. Na, az az elsődleges része, és a családban kezdődik ez az egész történet. Meg ugye én azt is el szoktam mondani a mesében, ugye a nagy tesó is te vagy, a középső is, a kicsi is. Tehát, hogy neked nem tudom hányszor el kell bukni ahhoz, hogy majd a kicsi királyfi legyél, akinek sikerül. Tehát az is a történetünk része, mert ugye a boldogságos részben majd akár ezt a témát is érinteni fogjuk, hogy az is milyen irracionális elvárás, hogy nekem ez ki jár, hát nekem mindig jól kell történjen minden, és nekem csak a siker jár ki, és hát a fuck up night-os típusú ugye eseménysorozaton mennyire felszabadító, mikor szülőként, HR-esként valaki elmondja a legnagyobb bukásának a sztoriát, és abból tanul a legtöbbet, nem abból, amikor olyan nagyon kiegyensúlyozott volt, mert hát az megy félkézből. De az, amikor ő magának is kell gondolkodni, hogy most a padlóról ennegyszerre hogy álljak fel, és azt sem tudom, hogy honnan kapirgáljam össze magam, na onnan lesz a fejlődés. Ott kezdődik a fejlődés, és ezek mind a tanuló utak, tehát ez nem lehet megúszni senkinek. Én még órákig tudnának hallgatni, teket így hátradőlnék, és hallgatnám, hogy beszélgettek, de ez a legjobb a világon, komolyan. Viszont az adásidőnknek a vége felé járunk, úgyhogy Balatoni József Jocovának nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és bekapcsolódtál ebbe a beszélgetésbe. Sikerült itt is valamilyen pozitív fölhanggal zárnunk, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök, és rengeteg maradandó gondolat hangzott el benne. Köszönjük még egyszer, Jocová, hogy itt voltál. Szépen.
Köszönöm a meghívást, neked Annett és órákig tudnám hallgatni. Ha pedig órákig hallgatás. Ha nem is órákig, de több mint egy órán át lehet ugyanezt a részt hallgatni, ugye a patreon.com/boldoganéltek felületen, hogyha támogatónká váltok, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki megteszi. Azért is érdekes ez, mert a legutóbbi rész visszhangja is az volt, ugye a Tinika képernyőn egy-kettő részről beszélünk, hogy tök jó lett volna még hallgatni, meg hogyha egy-egy témát részletesebben kibeszéltek erre. Ugye van mód a patreonos adásokban, ugye általában több mint egy órán át beszéljük, vagy járjuk körül egy témát. Ebben a témában is jócskán van még patron, hiszen a bővített részben többek között megkérdeztük Jocó bácsitól azt is, hogy a mostani tizenévesek körében valóban a cyberbullying az egyik legkomolyabb kihívás, amivel a velük foglalkozó pedagógusoknak szembe kell néznie. Erre egyébként meglepő választ kaptunk, ő cáfolta ezt is, egészen más jelenséget nevezett meg. Aztán beszéltünk még arról is, hogy a háborús fenyegetettséggel hogyan lehet segíteni a gyerekeket szembenézni az iskolában, miben más ez, mint az annó Covid okozta bizonytalanság, amikor bejött a képbe, illetve saját Covid élményekről is beszélt, mert hogy nem olyan régen gyógyult föl a betegségből, és hogy ennek az utórezgései hogyan kísérték őt az iskolában, hogyan reagáltak erre a gyerekek, erről is nagyon szívhez szóló történeteket mesél el. Aztán kevésbé szívhez szóló, de a téma kapcsán már érintett terület, ugye a kamaszkori öngyilkossági kísérlet, illetve figyelemfelhívás vagy komoly szándék, Róma és Júlia jelenség, szintén a Patreonon elérhető exkluzív hosszabb verziójú adásunkban beszélünk ezekről a jelenségekről még Annával és Jocó bácsival. Természetesen minden korábbi részünket megtaláljátok a Spotify-on, a Google Podcast-en és az Apple Podcast-en, ahol ezúton is köszönjük, hogyha követtek minket, köszönjük, hogyha értékelitek a részeket, köszönjük, hogyha a régebbi adásokat is esetleg visszahallgatjátok, illetve megosztjátok saját felületeiteken. Annának is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, Jocó bának még egyszer köszönjük, hogy itt volt, és mindannyian éljünk boldogan, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!